be is indult az autónk. 2004-es évjáratú decemberben készült Peugeot 307-es, 2000-es benzines automataváltós prémium verzió, tehát a legmagasabb felszereltséget nézegetjük. Ez egy automataváltós, tiptronic automataváltós autó, ülésfűtéssel, automata klímával, ABS-szel, CD rádióval, illetve elektromos ablakokkal és tükrökkel. Ezen kívül állítható magasságú ülésekkel és állítható magasságú kormánnyal készült az autó. Gyönyörű szép vaj kárpitozás van benne. A gazdája még ennél is jobban vigyázott rá. Egy gyönyörű gyárilag gyártott Peugeot húzattal van védve még az ülése, tehát alatta még szebb az ülés. Jó sok légzsák van benne, itt oldal légzsák is van benne fönt az ülésben, és a jobb oldalokon, és illetve a kormányban természetesen van légzsák. Tehát itt az automata klímánk az autóban, ami bekapcsolt, 137.000 kilométert láttam benne, ugye ez bordkompjúteres verzió, és nézzük meg a többi részét is, hogy az autó milyen állapotú. Itt láttam az ülésfűtésben, ami nagyon jó, ugye itt az oldal légzsáknak a helye. Gyönyörű szép bordometál színben láthatjuk ezt az autót, ami nekem igen szívet melengető látvány, nagyon szép színe van neki, főleg itt a napsütésben gyönyörűen feldobja az autót. A gumik jó állapotúak az autón, és a karosszériája is teljesen tökéletes, szép, karcmentes autó. Itt a 2000-es benzinmotorunk, ami 136 lóerős, ezzel tulajdonképpen nincs mit nézegettünk, szép csendesen jár a motor benne, és kellemesen viszi is az autót, hiszen ez a 140 lóerő körülbelül ez már nagyon szépen tud haladni, és meg is lehet előzni bárkit, hogyha éppenséggel az lenne a kedvünk. A csomagtere is szép nagy tágas, úgy mint a belseje, azt is megmutatom önöknek, itt a kis oroszlánunk alatt van az elektromos nyitója, kötelező tartozékok benne vannak az autóban, itt is szép tisztaság van és fegyelem van az autóban. Mit is mondhatnék róla, jöjjenek el személyesen, győződjenek meg róla az autó, tényleg szép és jó is, próbálják ki, nézzék meg és vásárolják meg ezt az autót itt az M3 Autópark autókereskedésben. Szent Mihály út 90 számban, egy faházban vagyunk itt, egy kék tetővel, biztos, hogy megtalálnak minket, köszönöm, hogy jelentettek, a viszontlátásra, majdnem elgázoltak, köszönöm szépen.